A szilveszter a legértelmetlenebb ünnep, ugye mindegyik ünnep szól valamiről kivéve ezt. Ünnepeljük, hogyha valaki meghal, mint az aradi vértanúkat, vagy ünnepeljük, hogyha valaki megszületik, mint Jézus, vagy ha valakit megölnek, mint Jézust, vagy ha valaki feltámad, mint Kispál 60, Kis Tibi 50, Belheló 40, vagy Körtisz az elvonó után, de ünnepeljük a gyerekeket, a nőket, az anyákat, a pedagógusokat, a munkát, itt egy sörvérsli, egy orgonaszegfügerber a csokor, egy macskanyelv, de most egy évi kus. Aztán vannak egészen elvont ünnepeink, ahol a szerelem, a kenyér vagy a melegek büszkesége előtt tisztelgünk. És hát vannak a nagyon konkrétak, például a szabadulás a börtönből, vagy a vezér napja. A szilveszternél viszont még az sincs eldöntve, hogy annak örülünk, hogy a következő év majd jobb lesz, vagy annak, hogy túléltük az előzőt. A pesgő már alapból egy fulkamú, volt egy csomó szőlős gazda, akiknek ihatatlan szar volt a boruk, és hát volt egy Gucci, Gattyán, Job, Mászka, aki azt mondta, hogy semmi baj, palackozzuk, kotyvasszuk addig, amíg szénsavassá nem erjed, és csináljunk úgy, mintha valami nagyon úri dolog lenne ezt inni. De valójában minden, ami szénsavval finom, az szar. Próbáld ki! Kóla mínusz szénsav, sör mínusz szénsav, fény mínusz szénsav, PSG mínusz pénz, nirvána mínusz gitár, bájalex mínusz színes körmök. A szénsav azt tudja, hogy olyan kellemetlenül marja a torkot, hogy amikor abba hagyodna, az az öröm, mint Zimbardo a pszichológus mengele bármelyik végtelenül etikus kísérlete, nem iszod a szénsavat, és már is akkora megkönnyebbülést érzel, mint amikor Stanfordban lekapcsolják a 220-at a csiklódról. A pesgő mégis menő lett, mint a rendszám, a platformcipő, a Bundesliga frizura, a főzős műsorok és Bája Ezt vedelik a frakkos emberek, Habony Ibizán, ezzel kocin DiCaprio, és hát egy BB durranás változtatja egy estére Ritz-Carton Skybarra a Káposztás megyeri panellakásokat. Nyithatom a kedvenc pesgődet, itt egy édes BB akciós volt a Tesco-ban, ma úgy mulatunk, ahogy a milliárdosok. Egy kis disznósajtot szelek még mellé, aztán jöhet az új esztendő. Ha már édespesgő, akkor beszéljünk egy kicsit a gyerekpesgőről. Ha a család belekortyol a felső tízezerbe, úgy tisztességes, hogy a gyereket is bevonják az élménybe, hát nem hagyhatjuk őket az út szélén. Fiam, ma este te vagy a Mészáros Junior. De akkor miért nincsen gyereksör? Meg gyerekbor? Meg gyerekpálinka? Meg gyerekviszki? Meg gyerekgancsa? Vagy gyerekheroin? A cigirágó az egyetlen kivétel, de abból is egyre kevesebbet látni. Ma már ugye nem annyira érdekelt a boltos, hogy kirakja a polcra és rászoktassa a kis nyomikat, amikor a nagy lóvét később majd úgyis a nemzeti dohánybolt kaszálja. Viszont nincs az a betiltás fanatikus, aki el tudná képzelni, hogy bárki rászokjon a pesgőre. Teljesen lehetetlen rászokni. A jó pesgő baszodrága, akkor már olcsóbb a kokain, a szarpesgő, meg hát mit szépítsük? Szar. Ne higgy a hülye hagyományoknak, és ne tartsad a buta szokásokat, jó? Nálunk óváron például a kéményseprők azt terjesztik, hogy ha december 31-én a bal kezeddel a gombodat fogva leszopott bármelyiküket, akkor nagyon szerencsés éved lesz. Hát éppen ilyen hülyeség az az évszázados tradíció, hogy szilveszterkor nem szabad szárnyas tenni, mert elkaparja a szerencsét, vagy a kötelező lencselvés, hogy legyen pénzed. Száz év nem volt elég, hogy feltűnjön, hogy ez kurvára nem működik. Még nekünk óvári lányoknak is leesett egy pár év alatt, hogy a kéményseprök fullba nyomják a kamut. Hát mennyi idő kell az országnak, hogy feltűnjön, ha valami nem működik? Szocializmus, közoktatás lakógyűlés. Tehát, hogyha úgy hinnénk a szövetségi kapitányokban, mint a lencsevésben, akkor még mindig Pintér Attila lenne a kapitány. Vegyünk inkább példát a Vajna Timiről. Na, ő nem a lencse tengelyen közelítette meg a szerencse meggazdagodás problematikát, aztán be is jött neki az élet. És míg Timi egy egzotikus üdülőhelyen kerüli a puffasztó hüvelyeseket, eszi a natur csirkemel 110 kalória per 100 gram, utána egy óra spinning, Addig január 1-én egy átlagos magyar otthonban betolnak úgy fejenként 5-10 ezer kalóriát, és egyedül a belek mozognak. Nem lenne értelme inkább Szaudarábiából, vagy Kuwaitból, vagy Norvégiából importálni szokásokat? Tehát, hogyha szerencse, akkor ők a szakértők, akik olajkuton élnek, azok fortuna spanyai. A norvégok például egyáltalán nem hisznek ebben a szárnyas elkaparja, a disznó kitúrja a szerencsét dologban az ünnepi menü pulyka, esetleg bárány, majd meghallgatják a király beszédét. Hát nekünk is ötödik haraldot kellene hallgatnunk, ehelyett jön a búval baszott bajuszember, meg a lencse, meg a vírsli. A vírsli ez a műanyagba zárt, darált húsnyesedék, ami úgy viszonyul a norvég pulykasülthöz, mint a szilveszter a többi ünnephez, a pesgő a borhoz, mint Novák Katalin a köztársasági elnökséghez, vagy a csirke debilitása a malac intelligenciájához. Jaj, ez is egy ilyen szilveszteri elmebetegség, az újévi malac. Kinyírjuk a világ egyik legokosabb állatát, és teszünk egy citromot a szájába. Nézd már itt egy citrom, mit csináljak vele? Ha baszd bele a malac szájába! Ha, jó, van, biztos? Persze, persze, biztos! És ott vannak a szaudiak, akik szintén nem panaszkodhatnak olajfronton, és mit csinálnak december 31-én? Abszolút semmit. Nem ünneplik a szilvesztert, és nem esznek malacot. Soha. Lehet, hogy az asszonyokat úgy tartják, mint az állatot. Lehet, hogy ott minden nő szájában van egy fél citrom, de se szilveszter, se malac sült. Itthon meg tövig nyomjuk a gázpedált, szovjetszkoje, igrisztoje, töltött káposzta, Begli és bilagit. Egy jackass rész a gyomrodban, az év első napja így garantáltan arról szól, hogy nagyon szarul vagy, de a szokásos másnaposságot egy enyhe gyomorrontással teszed emlékezetessé. És erre a szitura mit nem ajánlana egyetlen dietetikus sem? A lencsét! Ö, jó, akkor másnap együnk egész nap kizárólag lencsét. A gyomorbántalmak után jöjjenek a neurózisok boldog új évet, hiszen miért is ne lenne boldog? Nyakunkon a nyolcadik hullám, a hetedik emlékeztető hiperinfláció, az energiaárak az egekben, államháztartási hiány, választások, gatyám vagy gödény nyer, és a végén X-faktor 11. évad, ahol gáspárlaci Gáspár Laci énekli végtelenítve a zöld hajulányt, miközben bája a legszakörmös tippeket ad a nézőknek. Én nem akarok senkit sem megsérteni, de engem a körönfegyverkezési verseny a nőknél is zavart. Én még úgy lázadtam a nemi sztereotípiák ellen, hogy nem viseltem műkörmöt, meg nem rakattam rájuk miniatűr freskókat, gondolván, hogy szarúval nem szexiskedünk. Erre a szabadságharcomat leveri ez a kis pöcs?! Képzeljük el, hogy az arab világban elindul egy hijáb elleni mozgalom. Egy csomó nő azt mondja, hogy bármennyire is nagy kérés, de viseljék el a férfiak a fülük meg a hajuk látványát füttyögés, erőszak, kövezés, meg lekurvázás nélkül. Európában is megy ez a többségnek. Jönnének arab feministák, akik elmondanák, hogy ez a ruhadarab a nők elnyomásának a jelképe, a mozgalom sikeres, egyre több nő öltözködik normálisan, majd megjelenik egy férfi, és felteszi a kérdést. Ha melyik hülye Pina mondta, hogy ez a férfi elnyomás jelképe? Aztán beül az Al Jazeera tehetség kutatójába, hijabban, festett körmökkel, hogy zsűrizzen. És vége az arab tavasznak. Az év többi napján szeretjük a kutyákat, utáljuk a háborút, Röhögünk az afgánokon, hogy kalasnyikovval ünnepelnek, de szilveszterkor a nemzet, ami meg akarta lincselni az ötödikes petikét, mert földhöz vágott ilyetében egy szurikátát, módszeresen megkínozza a teljes kutyaállományt. A szilveszter a legrosszabb énünket hozza elő a karácsonyi ájtatoskodás, az egész éves képmutatás után az ember itt szelepel, szilveszterkor engedjük ki a feszültséget, mert a pszichológushoz járni olyan buzis, meg egyébként se vagyunk őrültek, ezért ájulásig tömjük magunkat kajákkal, szívrohamik kávéval és piával, majd váltott sorrendben robbantás, durroktatás, óbégatás, kutya terrorizálás, malacok szájába citrom, hányás, kölcsei kamuhimnusz, majd a valódi himnusz, a nélküled üvöltés. Weiss rejszolás 0 óra 10-kor, majd Novák Katalinra fél kettőkor, és végre volt tíz önfeled boldog perced az évben. És ha mindezek után nem Zaher doktor vagy egy vadidegen férfi mellett ébredsz mesztelenül, hát akkor tulajdonképpen tényleg jó menet volt. Az évbúcsúztatás legkínosabb módja a wellness hétvége mulatos sztárokkal. Bulizd át magad az új esztendőbe, Suzyval és Jollyval, találkoz, kedvenc mulatos sztárjaiddal. Összejön 60 család, a csávok reggeltől isznak, a nők a szaunában koktéloznak, a gyerekek bugyborékolnak, este mindenki kiöltözik, előkerülnek a majocsikszek, a szakszolondonok -ok és a H&M kollekciók. A nők nagy része úgy érzi magát a bulin, mint hogyha Eva Longoria, vagy j Lo, vagy Beyoncé lenne a Ritz Carton Skybarban. De az a szomorú igazság, hogy 30 gáspár beabaszódik ledlámpák fényében egy művházhatású wellness szállodában, miközben dübörög a csak a nézését meg a járását, a kék a szeme, éjfélkor a himnusz, utána a nélküled. Van Bécsben egy ilyen, amit valahogy nagyon rosszul adaptált Magyarország. Muti és Barenboim vezényel a Musikvereinban helyett, Havasi és Mága flexel a Paplászlóban. Jó, hogy közben nincs egy felcsút kisvárda meccs. Mint hogyha a Glastonbury Fesztivált megcsinálná Bunyós Pityú Fási Ádám, meg a Jó Laci Betjár, a magyar Egysirán, aki mindjárt elő is adná a Perfectet a csömöri erdőben. Hát basztatjuk a kínaiakat, hogy mindent másolnak, oké, okay, de ők legalább tudnak olyat, hogy ránézésre összekevered az eredetivel. A buli kényszer a szilveszteri tömegpszichózis. Aki otthon marad egyedül, az annyit is ér. Erre kondicionál az egész világ. De hát mi ez a kényszeres bulizás? Mi ez a félelem a szilveszteri egyedülléttől otthon? Hát nincsen szörny az ágy alatt, és bárhol vagy, úgy is utolér az éjféli GSM összeomlás. Ha viszont otthon maradsz, legalább nem bosszankodsz, hogy képtelenség taxit hívni. Szilveszterkor mérlegre kerülnek a Facebook lájkok és az Insta barátságok. Az év többi napján elég 600 ismerős és 200 lájka fehér pólót átszúró melbimbóra, hogy népszerűnek érezd magad, de az év utolsó napján, hogyha nincsen legalább három házi buli opciód, akkor nem öltözöl elég kurvásan, vagy nem használsz elég filtert. Ha van meghívás, azzal mindenképpen élni kell, szelfizni, liveozni az év bármely napján lehet otthonról, de szilveszterkor ciki! Ha nem mész bulizni, az egy olyan tragédia, amiért nem jár like. Szilveszterkor nem csak a bulitomból, hanem a szerencse utáni sóvárgás is. Hát én komolyan nem értem. Az, hogy itt vagyunk, már önmagában egy hihetetlen mák. Hát több millió spermiumot kellett legyőzni a végső futamban a fogantatásunkhoz, miközben simán benne volt, hogy csak egy orális móka, vagy egy pajkos készhancúr, és a végén a mosdószélén, a csempén, vagy a szilvia papírtörlőben végezzük. Hát nem látni abban a szerencsét, hogy lett egy homo sapiens egy eldobott törlőkendő helyett? A vakság! Különösen, hogy az a homo sapiens te vagy. Szóval megszülettél. Igaz, hogy nem a burmai hercegpalotájába, nem angol trónörökösnek, de egy olyan országba, ahol kellemes a klíma, ha nem vagy zsidó elviselhető az antiszemitizmus, ha nem vagy meleg elviselhető a homofóbia, ha nem vagy transz elviselhető a transfóbia, ahol átlagos a pénisz, és csak a fűbűn, a főbűn, a pia lazán belefér, ha nem rossz hely. Lacikám egy jó körtével kezdünk reggel, hidratálunk 6-7 söröcskével, aztán sörre bor bármikor, pesgő 11 körül előtte kell egy-két tüske, hogy a bugyborék ne bántsa a gyomrunkat, aztán megbeszéljük, hogy mit csináljunk szilveszterkor, mert akkor azért rendesen be kéne baszni, nem? A szilveszteri fogadalom az, ami az új év első másodpercében már halálra van ítélve. Minden fogadalmak leggyengébbike a szilveszteri, ahogy mifelénk óváron a kéményseprők mondják, aki szilveszterkor házasodik, az már hajnal előtt félrekúr. A következő hetek munkahelyi sláger témája, miután gyorsan végigfuta, mennyire basztunk be szilveszterkor és a kivel kefélt Petra karácsonyi céges bulin, hogy ki hány hétig bírta a fogyókúrát, a dohányzás nélküliséget, az abstinenciát, vagy azt, hogy többé nem hármasozik az anyósával és az apósával nyugodtan be lehet ismerni, hogyha neked az év kezdeteken lehez, és addig heteken keresztül zabálsz, piálsz, szívsz és prostihoz jársz, akkor valójában nem is akarsz leszokni. Az emberi történelem a be következő világvége jóslatok sorozata, ismerjük őket, jelenések könyve, Nostradamus, Maja naptár, YK2, a koronavírus, ami zombivá tesz mindenkit, vagy a koronaoltás, ami élőhalottá tesz mindenkit, aki megkapja, majd a korona emlékeztető oltás, a korona emlékeztető emlékeztető oltás, a korona emlékeztető 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 oltás, mind bullshit. Az én ismereteim szerint egyetlen komolyan vehető jövendőlés létezik, Kartaúzi Alexander, a 17. századi szevíjai barlangi remete, aki napra pontosan megjósolta a második világháborút, a Beatles sikerét, a Tesla űrbejutását. Az ő látomása, hogy akkor lesz vége a világnak, hogyha Magyarország köztársaság lesz, a köztársaság elnöke egy nő, a miniszterelnöke egy cezaromán köpcsös tolvaj, aki kecskékkel hál. Na most kell igazán bíznunk a miniszterelnök úr keresztény értékrendjében.